Karácsony napján Vencel, Csehország királya, kitekintett a palotája ablakán, és felfigyelt valamire a havas mezőn. Bizonyára egy vadállat, vagy talán egy kóbor kutya lehet, gondolta először, ám ahogy jobban szemügyre vette az alakot a hóesésbe, felismerte, hogy az egy ember. Vencel király az egyik apródjáért kiáltott. Ki lehet az ott? Mutatott az ismeretlen alakra a hóesésbe. Az apród kinézett az ablakon, nézegette, aztán legyintett. Ah, csak egy öreg paraszt. Gondolom, tűzifát szedeget. A király figyelte az embert, a zord téli időt, aztán a palota falai között felhalmozott temérdek kincsre gondolt, és arra, hogy mögötte a kandallóban lobog a tűz. Hol lakik? Faggatta tovább az apródját. Jó, messzire innen a hegylábánál. De miért kérdezett felség? Azért, mert segíteni fogunk rajta, vágta rá a király, és gyöngéden meglapongatta az aprót hátát. Készíts össze ételt, bort és tűzifát, mondta. Követni fogjuk hazáig. Na de a vendégei felség, ellenkezett az apród. Mi lesz a karácsonyi ünnepséggel? Hogyan ünnepelhetnénk, amikor az a szegény ember még csak meg se tud melegedni? Mondta a király. Ételt, bort és tűzifát hoz ide. Adta ki a parancsot, de ezúttal olyan határozottan, hogy az apród nem mert tovább vitatkozni. Elindultak. Nehezen haladtak előre a hóba. A király és az apród egymás mellett haladtak, vál-vál vetve. Kezük? Csomagokkal, ajándékkal megrakva. A szél sűvített, a hó szakadt, a parasztháza pedig még igencsak messze volt. Az apród egyre jobban elfáradt, lemaradozott, aztán végül így szólt, felséges királyom, nem bírom tovább. Nagyon szégyellem, de nagyon kimerültem, és a lábam annyira fázik, hogy alig érzem már. Vencel király megállt, és elgondolkozott. Segíteni akart a szegény paraszton, de nem szerette volna kockáztatni az apród életét sem, már arra gondolt, hogy visszaküldi. De aztán egy ötletet támadt. Tudod mit, fiam? Kerülj mögém! Lépj mindig a lábnyomomba, hát ha ez segít. Így folytatták az útjukat. Amikor az apród mestere nyomába lépett, szinte melegnek érezte a talajt a talpa alatt, mintha megmelengedték volna a király léptei. Most már könnyűszerrel haladt előre a hóba, és hamarosan megérkeztek a paraszt kunyhójához. Az öreg nem akart hinni a szemének. Amikor megpillantotta a királyt az ajtó előtt, azt hitte, hogy álmodik. Még jobban leesett az álla a csodálkozástól, és nem győzött hálálkodni, amikor a király a megrakott ajándékokat odaadta, és így kiáltott. Étel, bor, tűzifa, boldog karácsonyt! Vencel király és az apród karácsonyi útjáról azóta is mesélnek, mindenhol. Ma éppen itt, nálatok.